Azt kell, hogy mondjam, hogy öröm számomra az, hogy ilyen sok jelentkező volt a pályázatra, hogy is öröm számomra, hogy azok a pályázók, amelyek igazából a pályázati anyaggal a jogi formájában eleget tettek, azok mind támogatást fognak kapni. Az is egy újabb eredmény az önkormányzat részéről, valójában egy újabb erőlépés az önkormányzat részéről, hogy tematizáltuk azokat az anyagokat, amelyekre lehet pályázni, illetve a témákat, amelyekre lehet pályázni, és ezáltal azért leszűkítjük azt a lehetőséget, pénzhez fogyasztóknak. Mindenféleképpen fontos az, hogy azokra a témákra szűkítettük le a pályázati lehetőséget, amelyek fontosak az önkormányzat számára. A szakmunkatárs részről el van mondva, hogy jó pályázatok voltak, jó anyagok vannak, és ez különösen fontos számunkra, hiszen a polgárok egyesületeivel különösen olyan környezetvédelemmel foglalkoznak, az önkormányzatnak jó kapcsolata kell legyen, egy jó együttműködést kell, hogy kiépítsünk, hiszen nagy a lemaradás, sok probléma van, és azt gondolom, hogy közös erővel, hát azt mondom, hogy sokkal eredményesebben tudjuk ezeket a kérdéseket kezelni és megoldani. Mindenféleképpen fontosnak tartom azt, hogy minden egyeset, amely a jogi forma is feltételeket elvetett, támogatást fog kapni, és ennek a függvényében valójában megmutathassa azt, hogy ezeket a témákat milyen módon és milyen minőséget tudjuk feldolgozni, és remélem azt is érzik a pénzükkel át fognak számolni, hogy ezt igazából hát azt mondjuk, hogy hatékonyan használták fel, másokról pedig a feldolgozott témákat segíteni fognak az önkormányzat abban, hogy a további lépésekben eredményesebben oldja meg a környezetet, amely kapcsolatban. Mekkora összekerül? Majdnem 3 millió dinár, 2 millió 900 a kiadásokat, tehát majdnem 3 millió gyakorlatilag környezetvédelmi projektumokra ilyen szempontból a polgárok egyesületeinek, tehát az embriók részére azt gondolom, hogy ez is egy különbözőtató dolog, hogy szabadon akkor összeket választott ki a polgárok egyesületeinek környezetvédelmi projektumokra.